Hello, Attilának válaszol kérdésére, napjaink információs zajában hogyan lehet fenntartani a pozitív tudatot a mindennapokban? Egyik bejelentkezésében beszélt arról, hogy hiába vagyunk tudatosan pozitívak, ha a környezetünkből beérkező milliónyi negatív információ dolgoz fel az agyunk, akkor a teremtés bevonzás eredménye is negatív lesz. Oké. Mint minden több oldalú és több síkú. Van akkor egy ilyen eléggé felszínes kijelentés, kezdem azzal, hogy ami bennünk gyógyult és nincs meg, az minket nem bánthat. Tehát magyarul, hogyha tényleg szuperintegráltak vagyunk, és krisztusi tudatosság, és szolár krisztusi tudatosság, és szolár tudatosság, és ott vagyunk, akkor már minden. Akarom mondani, semmi nem bánt, vagy semmi nem fáj, semmi nem zavar. Vannak olyan emberek a Földön, akik ezt nagyon komolyan, vagy ennek a mesterévé váltak, hogy tudnak nagyon magas frekvenciát tartani a környezeti dolgok ellenére. Nem könnyű. Tehát a környezet az kifejezetten befolyásol minket. Én egy pár évvel ezelőtt tanítottam evolúciós pszichológiát, a spiráldinamikát. És az azért érdekes, mert az leírja a környezetnek a hatását a mi értékrendszerünkre. Tehát, hogyha a környezet, amiben vagyunk, az pont ideális és passzentos a jelenlegi mentális állapotunkhoz, akkor jól vagyunk és jól tudunk működni. De viszont mikor a környezet már olyan, mint gondolom otthon is, itt is Amerikában, hogy káosz, az egyik hír jön a másik után, és az ember azt tudja, hogy hol van a feje, akkor természetesen ezek az értékrendszerek át drótozódnak, és félelmek lesznek az emberekben. És akkor a felszínes válasz erre az lesz, hogy vagy az lenne, amit mondtam, hogy hát tudod, dolgozz az elméden, üríts ki, ami zavar, az valahogy másokban, mint egy tükör, tudod, az árnyoltalak, a hiedelmek, de hát ez egy eszméletlen kemény meló. Akkor van erre egy olyan kompenzáció, egy olyan reakció, hogy hát akkor inkább távol maradok a tömegektől, mert nehéz. A legtöbb ember az nagyon tudattalan, nagyon alacsony tudati szinten van, és nyomja ki, adja ki a negatív vibrációt. És tényleg lehúz. Most ezt ők nem tudják, ezért hívják tudatalattinak. Tehát ez sem egy jó megoldás, mert az, mikor bezárkózunk, és izoláljuk magunkat, akkor ez egy szeparáció. Tehát ami nekem működött, és higgyétek el, egy nagyon érzékeny gyerek vagyok, tehát eszméletlen ilyen három vízjegyű vagyok, tehát skorpió, a nap, akkor utána a rák, sőt, utána van a halak. Mindent érzek, mindent. Olyan legkifinomultabb érzések állnak a rendelkezésemre, ami most már jó, de a folyamatban, amikor benne volt, amikor még a közepén is jártam, eszméletlenül fájt minden. Tehát hála Istennek tudtam, hogy ez a fájdalom az csak azért van, mert az jel arra, hogy ezen át kell magam dolgozni. De ezt azért mondtam, hogy én tudom, megértékelem, meg köszönöm így a hozzáállást, mert tényleg nagyon nehéz. Nagyon nehéz árvi, vagy tudod, a folyóval szembe, a folyó folyásába szembe evezni. Viszont valamilyen szinten ki kell szállni ebből a fő folyásból, mert különben elvisz az ár. Ami most folyik a Földön, az egy színjáték. A rettenetes sok gonoszság, meg a kabal, meg a úgynevezett deep state, nem tudom, mennyit tudtok erről, én nagyon benne vagyok. Én a kabálnak a pszichológiáját dekódoltam, hogy tették tönkre az emberiséget, és annak a ellenpólusát tanítom, vagy az ellenkezőjét, hogy lehet ebből kigyógyulni, ebből a MK Ultra
dologból. És mit tudsz csinálni? Hát ami zavar téged a másokban, azok általában megtagadott árnyoldalaink, vagy a bíráskodásaink, azt integrálni kell. Ez persze kell egy tudás. Tudod, ahogy mondtam, ez nem egy egyedüli pancser munka, ez egy komoly munka. Azt javallom így, hogy minél többet tudsz lenni természetben, az nagyon sokat segít. Minél inkább tudod magadat a tömegektől és a cityktől, tehát a városoktól távol tartani, az nagyon sokat segít. Most egy olyan kor jön, főleg februárban, meg februártól, hogy rengeteg olyan hírek, ütős, durva hírek érik meg majd az emberek fülét, hogy nagyon sokan nagyon rosszul lesznek, tehát traumát kapnak, meg nagy félelemben fognak élni. Amikor az elme tiszta és gyógyult, akkor olyanok vagyunk, hogy semmi nem tud minket letámadni, semmi, se érzelem, se félelem, akkor látjuk a magasabb igazságot, és olyan, mintha szülők lennénk, és csak a 3 éves gyerekeket látnánk viaskodni fakarddal. Tehát értékeld át magadba, azt javallom, hogy mennyit kell, hogy ilyen tömegekbe legyél. Nem javallom a tömegeket. Most a legtöbb ember nagyon rosszul fogja magát érezni, és nagyon agresszív lesz. De ez minden csak a gyógyulatlanság, az elmé gyógyulatlanságnak egy jele. Ezt nem bíráskodásként, meg tudod, újjalmutogatásként mondom, csak hogy ez van, ez kell. A legtöbb embertől ez a tudás meg volt fosztva. És ahogy említettem, legyél sokat a természetben, mikor távolba el tudsz látni, tehát több mint 20-30 méter, akkor az nagyon sokat segít. Így a központot, ezt a depressziót lecsökkenteni, akkor tudod, az ember be tud kerülni a központjába, középpontjába. Ja. És tudatosan pozitívaknak lenni, ezt még beteszem, mint egy záró gondolat, hogy tudod, vannak ezek az affirmációk, hogy boldog vagyok, magabiztos vagyok, félelemmentes vagyok. És ezek jók, ezek kellenek. Mert van egy olyan bizonyos komolysága, így főleg a magyaroknak, hogy minden túl komolyan veszünk, ami meg fontos, nem vettük komolyan, stb. Mondok egy sztorit, szerintem ez vicces, ez tetszeni fog, hogy Kaliforniából, San Diego-ból költöztünk ide, Phoenixbe. Így 3 éve, 3,5 éve is. Június volt, marha meleg volt, kb. 50 fok volt a sivatagban, 50 Celsius, az ilyen 122 Fahrenheit. És ide költöztünk, és a légkondink elromlott, tehát a klíma elromlott. És olyan marha, jaj, bocsánat, az elektromos asztalom beizgult. Olyan meleg volt a kocsiban, hogy a kocsiban nem 50 fok volt, hanem 60. Szakadt rólunk a víz, és akkor a barátnőmmel így egymásra néztünk, és azt mondjuk, hogy we are doing heat now, we are doing heat now. Tehát most mi meleg, tudom, most mi melegbe utazunk. És tudod, így átmenetileg fölülírtuk azt a tipikus ego reakciót, ami a legtöbb emberből kijönne. Hogy ez, azt mondom, tudod, akkor az a rágódás, az a szitkozódás. És tudod, ez egy felszínes technika, de működik. Tehát nekünk működött, persze tudd az, hogy mely egy millió réteget elengedtünk, átdolgoztunk, integráltunk az elmékbe, de hát ez nem igazán nem okozott komoly mentális konfliktus, csak marha kényelmetlen volt. Mondom, 60 fokos volt a kocsi, és bőrüléses, és hát tudod. Tehát azért mondom, hogyha úgy érzed, hogy most ez van, akkor mondd magadnak, hogy oké, fókuszálok, tudatos vagyok. És amit úgy érzed, hogy szükséged van, mint resource-ra. Amint mondtam, az affirmációk vagy ezekbe az ilyen kijelentésekbe van az a jó, hogy beinstalálja azt részben, amit kérünk, hogy én bátor vagyok, ügyes vagyok, erős vagyok, magabiztos vagyok, ezek fontosak. Viszont
hosszú távon elkezd egy destruktív, egy eléggé romboló folyamatot is beindítani, ami azt mondja, hogy bátor vagy, igen? Na, akkor most megmutatom neked azokat a részeidet, amihol nem vagy bátor. És akkor utána jönnek olyan életkörülmények, meg olyan típusú dolgok, mikor az ember csak így rágja a körmét, de az, tudod, az mind mentális. Tehát az mind az elmébe, tudatalattiba van, és azokat az ember megtanulja, akkor bátrok leszünk. Ez persze idő kell. Tudod, ahogy mondtam, már tényleg nem tudom, hogy most angol vagy magyarul mondtam, az a lényeg, hogy az ember kijön, tudod, megtapasztalja a világot, csinálja, ami ismerős, és akkor vannak olyan dolgok, ami új. És azt mondja, hogy ez nem így gondoltam, ez nem jó, ez bum, és akkor visszamegyünk, tudod, elbújunk, lihegünk egy picit, és a legtöbb ember ott marad, lihegve, az egérjükbe, és utána ki kell jönni újra, és azt mondja, hogy oké, fel kell dolgozni ezt a tudatalatti konfliktust, ami ezt a betonfalat képviselte, és utána megyünk tovább. Amikor az elme kitisztul, és így elengedjük ezeket a rengeteg konfliktusokat és traumákat, akkor tud csak beindulni igazándiból az intuíciónk, tehát ez a harmadik szemnek a megbízható funkciója. Az az isteni hang, az az isteni irányvonal. Tehát tudod, amikor az elme, amit az ego irányít, bocsánat, amit az ego irányít, az torz. Nagyon sok disztorzió van, és ezért mondom, ez egy komoly folyamat, jó? Tehát a tudatos pozitívságot azt tudni kell, és tudni kell, ahogy haladunk az élettel előre, amikor valami nem nincs egy jó feeling mögötte, hogy ez a feeling az azért van, mert az tényleg veszélyhelyzetet jelent, vagy pedig az egónk bemagyarázta, hogy az veszélyes. Tudod, hogy mondtam, hogy az ego szeret veszélyesnek titulálni, mikor az úton vagyunk, és szeret bekergetni minket traumákba és veszélyes szitukba. Tehát azért kell, tudod, ezeken a rétegeken nagyon precízen átdolgozni magunkat. Jó? Mi is, ahol itt élünk, Észak-Phoenixben, ezt Cave Creeknek hívják. Ezek már fenn vagyunk a hegyekben, tehát körülbelül 1700 láb, nem tudom, durván ezen 530 méterre lehet a tengerszint felett. Tehát itt már néha van hó is. Itt télen, ha följebb megyünk északra, akkor itt már egész havas. Itt nem magas a népsűrűség. Tehát itt van egy pár ember, minden megvan, tehát nekünk itt jó, de ha bemennék a városba, akkor annyira rossz érzésem lenne nekem is. Tehát én értem, hogy mit kérdezel. Tudod, most nagyon kell magunkra vigyázni. És ez nem úgy mondom, hogy félelemből, hanem észszerűségből, hogy nem kell a tömegekbe most vegyülni, nem kell lázadni, nem kell, tudod, szépen csak egy pár megbízható baráttal kell most az elkövetkező jó pár hetet úgy tölteni, hogy tud, hogy most egy csomó ember meg fog kattanni. Ennek megvan a maga spirituális oka, megvan a maga pszichológia oka, meg stb. Csak azért mondom, hogy úgy érzed, hogy fú, most nem akarok a városba menni, akkor intézd el azokat a dolgokat, amik nagyon fontosak, és utána tényleg minden negatív érzés meg rezerváció nélkül csak tudod, foglalkozz magaddal. Jó? Ez volt az üzenetem, remélem, hogy segített. További szép napot, szervusz!